110 év áll a zeneszerető diákok szolgálatában a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A kerek születésnapot egy gála hangversennyel ünnepelték az intézmény tanárai, tanulói és volt tanulója Szent István művelődési házban. Király István az intézmény főigazgatója ünnepi beszédében hangsúlyozta, amikor az alapítók létrehozták 110 évvel ezelőtt az intézményt, valószínűleg nem sejtették, hogy ez a 21. században is virágozni fog. Mint ahogy a beszédemben is említettem, amikor egy igazgató megér egy relatív fiatalon egy iskola életében egy ilyen patináns esemény, az mindig büszkeséggel tölti el, és hát rendkívüli felelősségtudattal, mert hát azt az örökséget, amit az elődeink alapítottak és gondoztak éveken keresztül, és ez nem 2-3-5 évben mérhető, hanem 110 évben, azt gondolom, hogy rendkívüli felelősség tovább vinni. Király István hozzátette, rengeteg kihívással kellett megküzdeni az iskolának, hiszen az megélte a világháborúkat, melynek következtében be is kellett zárni, majd később újraindítani az intézményt. És mindezen nehézségek ellenére ma egy folyamatosan bővülő és kiváló eredményeket elérő tanintézet működhet a városban 2024-ben is. Az ünnepségen Cserpalkovics András székesfehérvár polgármester elmondta, a Hermann László Zeneiskola nem csak fontos, de meghatározó részét is képezi a város oktatási, kulturális, társadalmi és közösségformáló életének. Elég csak az évszámot kimondani, 110 év. Ez még bizony egy 1000 éves város történetében is egy nagyon meghatározó idő, és ez a több mint egy évszázad rengeteg emberi kapcsolatot, kapcsolódási pontot is jelent az intézménnyel, beleértve az oktatókat, nevelőket, ugyanúgy, mint beleértve a diákokat, beleértve a zenészeket, beleértve azokat, akik zeneszerető emberként nőttek föl, vagy beleértve azokat a városlakókat az elmúlt 110 évből, ahol találkoztak valamilyen módon ezzel az intézménnyel, a növendékekkel, az előadásokkal. Cserpalkovics András a jubileum alkalmából egy oklevéllel ismerte el az intézmény életében megforduló összes pedagógus munkáját, melyet Király István főigazgatónak nyújtott át.